közérdekű közlemény, egy Zürich mellett élő magyar család keres egy bentlakó babysittert a 2 éves és a 4 éves gyereke mellé. Havi 800 frank zseppénzt biztosítanak, emellett teljes ellátást és külön szobát. Akit érdekel, az nálam tud jelentkezni üzenetben. Sziasztok! A mai videó egy olyan témáról fog szólni, amit már rengetegszer kértetek tőlem is, amit mindig hárítottam, mert fogalmam sincs, hogy miért érdekes az másnak, hogy én mire költök és mennyit költök. De nem olyan régen megkeresett egy anyuka, aki a kiköltözést tervezett családjával, és mindenki csak ijeszgető, hogy Svájcban nem lehet megélni, nagyon drága minden, Németországban kell bevásárolni állandóan. Mert a magyar embernek megvan az a jó szokása, hogy mindenütt a rosszat lesz észre legelőször, tisztelet a kivételnek, és úgy látszik, hogy ő csak ilyenekkel találkozott. Csak halkan kérdezem, hogy ha Svájcban nem lehet megélni, akkor hol lehet? Jó, nem kell annyira elborulva lenni ettől az országtól, mint amennyire én vagyok, de hogyha reális észérveket sorakoztat fel az ember, abból elég sok minden azért kiderül. Szóval még egyszer, ez az én kiadásaimnak egy része, van, aki többet spórol, van, aki kevesebbet, és ezzel semmi baj nincs. Én itt élek, és nem okvetlenül az a célom, hogy a fogamhoz verjem az utolsó garast is, és minél többet tudjak hazaküldeni, vagy hazavinni belőle, de aki így él, azzal sincs semmi probléma szerintem. Különbözőek vagyunk, mindenkinek mások a prioritásai, van, aki a hitelt szeretni visszafizetni, van, aki utazni szeretne, van, aki szimán csak az életét élvezni. Na, csak a végére értem ennek a hosszú lamentának. Azt gondolom, senkinek nem lesz meglepetés, hogy havonta 4-5 nagy darab tétel van, amit nem igazán lehet kikerülni a fizetésnél. Ezek pedig a lakbér, az egészségbiztosítás, a közlekedés, a kaja és különböző előfizetések. Ezen kívül jönnek 2 havonta a rezsiszámlák, ezek ilyen 100-200 frankos tételek, attól függően, hogy mennyit használtok. És évvégén az adó, ami a frissen érkezőkre nem vonatkozik, mert tőlük automatikusan mondja a munkahely, azt hiszem, hogy az első 5 évben. Elnézést kérek a háttérzajért, egy építkezés folyik nem messze tőlem. Szóval a lakbér, talán ez a legeslegnagyobb kiadás, néhány száz franktól egészen a csillagos ég a határ. Én egy 3 szobás lakást bérlek nagy erkéllyel, és a rezsiköltséggel együtt is 2000 frank alatt van az ára, egy nagyszerű fogás volt igazán. A következő nagy tétel ez az egészségbiztosítás, a comparis.ch oldalon 1000 biztosító közül lehet válogatni. Kettőnkre ez 600 frank alatt van havonta, úgyhogy elég magas az önrészünk, ami azt jelenti, hogy ha valami baj lenne, akkor a szerződésben meghatározott összegig minket terhelnek a költségek, és minden mást e fölött átvállal magára a biztosító. Most jön a kedvenc részem, a zaba. A leggyakrabban ezen spórolnak az emberek, viszont én nem vagyok hajlandó arra, hogy ne azt tegyem, amit megkívánok. Körülbelül ugyanannyit költök bevásárlásokra, mint a biztosításokra, azaz nagyjából 600 frankot havonta. Ebben persze az van benne, hogy az ember otthon főz, és nem az, hogyha gyakran jár étterembe, az egy kicsit megdobja a költségvetést. Aztán nézzük a közlekedést. Svájcban a béleteknek több fajtája van, a legdrágább, az, ami egész Svájcra érvényes, az havonta 350 frankba kerül, de különböző zónákra, illetve városokra vonatkozó béletek nagyjából 100-150 frank alatt megvannak, sőt, hogyha vidékebbre megyünk, akkor ez 50 frank körül azért már meg szokott állni. Hát nagyjából ennyi az annyi, és még ehhez jönnek különböző előfizetések, mint a TV, a telefon, konditerem, a hölgyeknél, a kozmetikus, a műkörmös, fodrászból nekem egy szuper jutott, hogyha érdekel titeket, az elérhetőséget szívesen megadom. Itt szállnak hívják, és Zürich környékén házhoz jár, ami nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, és olyan baráti árakkal dolgozik, hogy szinte hihetetlen. Ajánlom mindenkinek. Most tartunk nagyjából 3500 franknál. Ez az összeg bőven elég arra, hogy 2 ember kényelmesen megéljen belőle, anélkül, hogy fogához verni a garast. Hogyha valaki spórolósabb, vagy jobban odafigyel a költségekre, vagy arra, hogy mit hol vesz meg, vagy tényleg átjár Németországba bevásárolni, akár egy 1000-est is le lehet ebből faragni, vagy még többet, nem tudom, ahhoz sajnos nem értek. Ez az összeg szerintem még akkor tud módosulni, hogyha gyerekek vannak, és nekik kell fizetni az óvodát, vagy az iskolába a dolgokat, amiket meg kell menni, de akkor sem egy annyira vészes összeg. Tehát ez a videó Bogi neked készül, nem Boginak hívják, de a személyiségi adatai miatt nevezzük Boginak. Szóval csak azt akarom mondani, hogy a fizetés, amit a férjednek ajánlottak, szuper, szuper fizetés, igazán. Van, aki 5000 frankból él havonta, 4 személyes családjával, és nem 2,5-szer annyiból. És bőven megélnek, úgyhogy nyugalom, és hajrá! Ha tudok valamiben segíteni, akkor nyugodtan keres még. Szóval ennyi az annyi, szaladok tovább. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hogyha van a hozzászólásotok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!